Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ismét csak beszélgetek egy nagyon régi kedves barátommal, dr. Borbély Zoltánnal, vagy ahogy hívjuk egymást immáron, pár évtizede Borbély Zolival. Köszönöm a beszélést, sokan hívnak így, hál' Istennek. Hát persze, így ismerkedtünk meg, még annak idején a jó emlékezetű Nap-Nap TV-ben, mert valamikor ott dolgoztál, és ha jól emlékszem, akkor te sporttal foglalkoztál mindig. Sport és rendőrségi hírek, ez volt az énre szórtom ott, de azt megelőzően 91-től a Telesportban dolgoztam, és a Telesport... Tehát te voltál a Magyar Televíziónál is? Majdnem 10 évet. Ó, azt nem is tudtam. De a Telesportban én... De az hogy történt? Bekapogtattál a Vitraihoz, és akkor azt mondtad, hogy kezit csókolom, Vitrai bácsi, nem, akkor Zoli vagyok. Akkor még Gyula István volt a főszerkesztő, 91-ben. A Komlosi Oktatási Stúdió, amit most így hívnak, de akkor még első magyarországi sportriporter stúdió volt. Ott végeztünk Hajdú Pista, Faragó Ricsi, Suba Kata, Kis Kinga, Várhegyi Ferenc, de, hogy mást is mondjak, Vámos Tibi, aki később labdarúgó játékvezető asszisztens, tehát ugye Kassai Viktor segítője, Vámos Tamás, aki jelenleg is a Sportplusz újságírója, Somos Ikrek, két sportriporter, Zoli és Ákos, Uravec Éva, aki most a Nőklapjának a... Főszerkesztője vagy? Talán nem főszerkesztő, de szerintem vezető munkatársa, igen. Vécsei Misi, aki a TV2-ben a sportot csinálja. Nem mondod, ilyen jó osztály volt a Komlosinál. Ez egy nagyon jó osztály volt, ez a hosszú idő után az első sportriporter osztály volt, és ez látszott, mert mindenkiből valamilyen módon a pályán komoly szereplő lett, és hát én nagyon örülök. Karádi Zolit, hogy említsem, a Sportplusz művészeti vezetője a mai napig, hihetetlen statisztikus, és hát akárhányszor én ezekkel az emberekkel így találkozom, nekem mindig az osztálytársaim jutnak eszembe. Jó, végül is te jogász lettél, sőt most ügyvéd vagy pillanatnyilag. Bár annyi foglalkozásod volt neked is, mint szinte nekem, végzettségünktől eltekintve, de egyáltalán de sportriporter akartál lenni? Szóval a Komlosi Gábor, aki fiatal nézőknek azért mondjuk el, hogy egy neves sportriporter volt, igen, még a Telesport... Igen, és 5 tusát közvetített annak idején. Egy nagyon jó vágású, csinos fiatalember volt annak idején, amikor oda került a Telesporthoz, és hát aztán ő alakított, azt mondom, a rendszerváltás után egy ilyen riporterképző iskolát, és akkor aztán utána azt csinálta a főállásban, és a televíziózást abba hagyta, nem, vagy rosszabb. Paralel csinálta, csak más kérdés, hogy mennyire nézték ezt jó szemmel. De volt neki egy manöken iskolája is előtte, már korábban. Aztán anyuka is igen, valamilyen. Igen, Márta, a kiváló újságíró, aki a nagy lapoknak az ez a divatnak volt, azt hiszem, a, bizonyám, igen. Amíg emlékeznek, fiatalabb, egy idősebb néző. És a Zsigmond Márta az összes olyan újságnak az édesanyja volt tulajdonképpen, mint az ez a div alatt, de volt a Gabi Mami, az Ádám, ami a férfi... Ó, az egy férfi magazin volt, és ki volt annak a főszerkesztője? Ezt nem tudom. Abodi Béla. Ezt nem tudtam. Szóval Zsigmond Márta nevét díj is viseli, Gábor alapította, tehetséges újságíró nők kapják ezt a díjat. Nem is tudtam. Igen, és hát van a Kovács László média díja, mert hát szabad így mondanom, talán, hogy én is benne voltam valamennyire az alapításában, már pedig úgy, hogy a kuratórium mindig úgy áll fel, hogy aki megkapja a díjat, az automatikusan tagja lesz a kuratóriumnak. Hát akkor nem sokan vagytok a kuratóriumban. Hát szegény Laci, ő már elég régen meghalt, ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam. Hát ha jól emlékszem, akkor már 16-17. Éve nincs köztünk. Hát ő volt az, aki minket bevitt szó szerint a Telesportba, és ő volt az, aki több mint testőrként védelmezett minket, mert hát azért ne felejtsd el, ott azért 10 ember került oda be, abból maradtunk 6-an, és most ha bárhova egy munkahelyre jön 6 fiatal, vagy 10 fiatal, annak bizony meg kell küzdeni az életben maradásért. Ez természetesen minden alig van. A Laci viszont úgy védett minket, hogy a saját, szó szerint mondom, az élete árán is, mert én azt gondolom, hogy az ő nagy harcai, amiket értünk vívott, ezek bizony rámentek a szívére, és nyilván a televíziónak a terhelése, a sok dohányzás, és az a stressz, ami a televízióval jár, ez nagyon fiatal elvitte közülünk. Egyáltalán miért akartál te sportriporter lenni? Ki tetszett meg a nagyok közül? A Szepesi vagy a Vitré? Mind a kettő tetszett. Szepesi
Egyébként Gyuri bácsit nagyon ismerem. A Csepesi Gyuri bácsit, igen. Az aranycsapathoz, a nagypapám volt az aranycsapat valótaügyének intézője, ami akkor nem mondod. Azért a Tribusznál, igen. Az a nagy szó volt, igen. Nagy, igen, és édesanyámat is, és nagynénémet is nagyon jól ismeri a Gyuri bácsi. És azt is mondhatom, hogy ezek ilyen nagy szavak, hogy barát, meg ki a barát, ki nem barát. Én azt gondolom, hogy Szepesi Györggyel azért az átlagnál jobb viszonyban vagyok. És hát az, hogy 22 most is tartjátok a kapcsolatot? Amikor találkozunk, nagyon megörülünk egymásnak. Hogy van egyébként a Gyuri bácsi? 22-es születés. Igen, tehát 95. évében van, ha jól számolom. Így van. Sőt, vezet még műsort, úgy hallottam. Valamikor, én most ezt hirtelen nem tudom, hogy most még vezete. Szerintem most már nem, de gyakran azért megjelenik. Hát például a Forfortú című lapnak állandó szakértője, tiszteletbeli főszerkesztője, mert van mindig egy külsős főszerkesztő, aki tulajdonképpen véleményezi a lapot, és ott mondta, hogy Borbély Zoli kiváló barátom, és ez nekem óriási megtiszteltetés, és hát Vitrai Tamásnak meg rengeteget köszönhetünk, hiszen amikor Gyulai István volt a főszerkesztő, amikor oda kerültünk, de utána egyből Vitrai Tamás jött, és tőle kaptuk az első lehetőségeket, amelyet egész életünkben hálásak lehetünk neki. Hajdú Pista és Faragó Ricsi is, jó magam is. Hát a Vitrai, milyen volt főnöknek a Vitrai, mert... Ez egy Csányi Sándor is kérdezte tőlem, pontosan Prágában ott a pálya mellett, mert... A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, akit szintén egy nagy karakternek tartok, és most ugye kettőjüket összehasonlítsam, nem sok hasonlóság van köztük, de kiváló vezető mind a kettő. Igen. Kiváló vezető. És hát megbecsült alakja volt a televíziózásnak, emblematikus alakja, és azt, amit mi most csinálunk, ezt ő honosította meg. A Csak ülök és mesélek, az nekem még sokszor hiányzik, a beszélgető arc, mint a legképgazdagabb felvétel a televízió képernyőjén, ő mindig azt mondta, hogy inkább nézzük az arcot. És ugye később ezt Friderikus Sándor is tovább vitte, az ő műsoraiban sem volt vágókép, meg nem kezdett beúszni, miközben mondjuk a foci sikeréről beszélt, nem jöttek a gólok, hanem őt magát láttuk, és hát ezt sokan gyakorolják a mai napig is. Ez a műfaj szerintem most egy picit téli álmát alussza, de egész biztos vagyok abban, hogy ez újra fel fog élenni. Hát megmondom őszintén, hogy a magyar honi televíziózás eléggé téli álmát alussza, mert nem akarok véleményt mondani a most mellettünk dübörgő 753,5 csatornáról, de... Hát felgyorsult a világ, ez kétségtelen. Nem, én azt akarom mondani, hogy műsortartalom nincs. Szóval mennek a képek, megy valami hang, oda se kell figyelni, gyakorlatilag oly mindegy, hogy mit mutatnak, mi kép, hogyan, hogy beszélünk, szépen, csúnyán, magyarosan, nem magyarosan. A lényeg az, hogy valami látszódjon a képernyőn, majd pöty, és már is jön a legújabb gyógyszerreklám, már is jön a legújabb akármilyen reklám, és akkor két reklám között valamit mutogatunk. Úgyhogy nagyon sajnálom a mai fiatalokat, hogy az igazi televíziózásról, mármint a néző fiatalokat, nem a szakmabelieket, mert ők úgyis sajnáltatják magukat, és teljesen igazuk van, de az, hogy az igazi, tipikus televíziózás, az valahogy a rendszerváltással együtt szép lassan kikopott. A lényeg az, hogy lássunk képeket, a nézőt lehetőleg szögezzük oda a képernyőhöz, hogy nézze a fantasztikus reklámokat, reggeltől estig szinte ugyanazt, és az, hogy mit adok, szóval most megint olvasom, hogy megint kezdik ismételni a szomszédokat. Szóval azért a szomszédokat tisztelem, becsülöm, és abban az időben Horváth Ádámnak tényleg, hát ő írta és rendezte a szomszédokat, tényleg úttörő szerepe volt, és ezt meghonosította, de csak eltelt közel 30 esztendő. És szóval azért elég szomorú, hogy még mindig a következő generáció, még mindig a szomszédokon nő fel, mint Grimm legszebb meséjén mi. Szóval jó lenne már egy picikét műsortartalom is lenne, de hát... Visszatérve a kérdésedről, hogy milyen főnök volt Vitrai Tamás, tekintélyt parancsoló. Szigorú főnök volt? Szigorú. Nagyon. De igazságos. Én csak köszönhetek neki. Tehát én nekem olyan lehetőséget adott, amelyekkel igyekeztem élni. Még a Digisportnál is a Megint mesélek című műsorában nagyon hasonlít a Csak ülök és mesélekre, de ez felvett és nem stúdióbeszélgetés, bár stúdióbeszélgetés része van most már, kicsit átalakult a műsor. Oda készíthettem 5 interjút Fekete Lászlóval, az egykori ezüst cipős labdarúgónkkal, Újdár Sándorral, nekem a kapus példaképpemmel, Szántörcsi bácsival, kiváló ökölvívó edzővel, Bardi Gyöngyivel, Mésző Kálmán feleségével, aki több mint 300-szoros magyar válogatott röplabdázó és egy kiváló ember.
És hát Badari Tiborral, kétszeres Európa bajnok ökölvívóval, sajnos az utolsó interjút, mert gyakorlatilag pont amikor adásba került az interjú, akkor Tibi bácsi, vagy Tibi, mert tegező viszonyban voltunk, sajnos feladta a küzdelmet a gyógyíthatatlan betegséggel, a betegség ellen. Szóval ezek nekem a mai napig, ugye fönn vannak a videó megosztó portálokon, nekem ezek az interjúk mai napig nagyon-nagyon fontos. Szíves csücskei. És ezt Vitrai Tamástól tanultuk, és Kovács Jacitól. Jó, ne ugorjuk ekkor át az időben, mert utána jött a Nap TV. Na, oda hogy kerültél? Ez paralel ment, hiszen a Napkeltéből mentek a sporthírek. Tehát amikor a reggeli műsort sokáig, nagyon sokáig a Nap TV készítette, akkor sokáig a közszolgálati televízió, az akkori közszolgálati televízió sportosztálya. Tehát MTV egy. A sportosztálya onnan mondta a sporthíreket. Tehát az Angol utcából. Tehát kimentetek az Angol utcába. Így van, és onnan jelentkeztünk be élőadásba, és onnan, ott is szerkesztettünk meg. Volt, amikor a tévében, tehát a Szabadság téren, és volt, amikor már később pedig a Napkeltében. A fiatalban elmondom, hogy a ötödik Szabadság téren volt a magyar televízió. Az egykori tőzsdepalota. Egykori tőzsdepalota, igen, most lehet kicsit látni. Kicsit lepusztult olyan, mint egy holtvidék. Na jó, nem mondok semmit, igen. Inkább váltsunk témát, igen. Tehát ott volt akkor a magyar televízió. Az egy nagyon nagy kiképzés volt. Hát azt kell mondjam, most ugyan sokan támadják, véleményem szerint... Kit, mit? Gyárfás Tamást. De hát, tőle rengeteget pillanat. Tanultunk szintén. Édes Zolikám, könyörögve kérlek, ne szaladjunk mindig előre az időben. Majd erre is kitérünk el. Igen, csak akkor ott ő volt a... Hát nem részben a főnökötök, hanem gyakorlatilag a nap tévé, Napkelte abszolút tulajdonosa volt, és gyakorlatilag az ő... Hát meg ő gründolt azt a egészet, zseniális ötlet volt az egész, szerintem az ő agyából pattant ki, úgyhogy a Napkelte az egy olyan, megint a fiatalabbaknak mondom, hogy azt az egész ország nézte, mert a Napkelte nélkül ébredni és elmenni munkába, szóval az első kérdés az volt, amikor beléptél a munkahelyre 8-ra vagy 4-9, hogy láttad a ma reggeli Napkeltét, szóval az szinte kötelező volt nézni, és hát az első 10 éve az különösen jó volt. Utána szerintem vagy a Tamás belefáradt a dologba, vagy talán túlságosan úgy gondolt, hogy ez már megy automatikusan, itt picit-kicsit elfáradt a Napkelte. És sporthíreket és rendőrségi híreket mondtam, és a rendőrségi hírek az már egy kicsit a büntetőjoghoz közelített. És itt döntötted el, hogy majd büntetőügyvéd leszel, de megint ne szaladjunk előre, hanem tartsunk ott, hogy érzted magad a Napkeltében? Milyen volt a Tamás, mint félig meddig főnök? Nagyon kemény főnök volt, hát ő... Kemény, mint a Vitrai? Teljesen más karakter a két ember. Na, mesélj! Gyárfás Tamás lobbanékony természet, de nem haragtartó és nem bosszúálló. Vitrai Tamás abszolút nem lobbanékony, nagyon nyugodt, de kifelé, gondolom. Kifelé, de tehát igazságosan mértéktartó. És a Tamás szokta nekem mondani, hogy szabad ennyit, talán ennyi intimitást elárulni. Ugye azt mondta, hogy ő nem bosszúálló, de nem felejt. És ez igaz. Tehát ez igaz, hogy ő nagyon érzékeny a világ dolgaira, és ezeket így megtartja magában. És aztán majd egy után kiadja? Nem, ezt nem tudom. Ennyire, ilyen mélységig nem ismerem az, hogy ki adja el, vagy sem. Mondom, mi neki csak köszönhetünk. Az a gárda. Jó, ezt már elmondtad. 91, jó, rendben van. Ezt már elmondtad. Most inkább arra vagyok kíváncsi, hogy jó, hogy kikinek köszönöm, már elmondtuk. Most nem az Oscar-díj átadásán vagyunk. Köszönöm anyámnak, apámnak, hogy megszülethettem. Nagyon fontos, köszönöm, hogy elfogult vagyok. Tehát azokkal az emberekkel szemben, akik az embernek jót tesznek, azokról én még hogyha netán lenne kritikai észrevétel, akkor sem mondanám el a nyilvánosság előtt. Ahol én valahol dolgoztam valaha, vagy ha valakivel együtt dolgoztam, és annak én köszönhetek, legyen ez az ügyészség, legyen ez az az ügyvédiroda, ahol dolgoztam. Édes drága, egy Zolikám, soha nem mondom. Rosszat persze, oda nem szoktunk, anyagcsere terméket nem szoktunk kibocsájtani, ahol ettünk, és kenyeret adtak a szánkba. Ez így van. Igen, ez így van. Ez az, hogy mondás, és ezt szerintem
akinek van egy kis, kis sütnivalója. A tudja, hogy az, milyen mondást. Az naturalisztikusabb. Az nem megyünk át, mert nem akarok karikákat kirakni, aztán váltogatjuk percenként. Közben a kezünkben van a médiatörvény. Úgyhogy inkább... 2001-ig tartott az időszak egyébként. Napkerte. Honnan tudod, hogy mit akartam kérdezni? Nem tudom. Na, jó. Akkor most ezt is tudjuk, hogy 2001-ig ott volt a Napkertében. Én azt akartam kérdezni tőled, hogy eközben te végezted az egyetemet, vagy már akkor doktor voltál, és csak úgy kettelésből... 95-ig végeztem az egyetemet. Tehát én a telesportnál dolgoztam akkor, amikor az egyetemre jártam. De akkor mi nem lettél sportriporter főállásban? Ja, főállásban nem. Hát akkor mi? Hát mert a fiatalok akkor nem lettek főállásban sportriporterek. Hát gondolod bele... Ja, Hajdú is főállásban volt riporter például. Akkor még ő sem. Még ő sem? Akkor még ő sem. Talán 95 volt az az év, bár nem tudom, hogy a Pisti mikor szerződött le, mint munkavállaló, de mi akkor külsősök voltunk. Uh-huh. Hát gondolj bele, Vitrai, Knézi, Gulyás, Gyulai, Palik, Héder, Gundel... Te jó Isten, hát, ilyen népsor mellett... Vitár, hát most... A Kobeszki valaka nem dolgozott, mert na, most akarlak megszáfolni, hogy ezzel Tamást valóban nem felejt, mert a Kobeszki nálam dolgozott nem sok évtizedig, és ő mesélte, hogy volt egy ifjúkori kalandjuk a Tamással. Egy hölgykaland, valamikor anno domini 1573-ban, még a török hódoltság idejében. És eltelt 30 vagy 40 esztendő. És a Tamás lett a főnöke, a Vitrai. És azonnal beivatta, még aztán meg sem melegedett alatt a szék, és akkor a fejére olvasta, hogy na de Lajos, emlékszel a 40 és fél év előtti esetre azzal a hölgy dologgal. Úgyhogy szegény Lajos köpnyelni nem tudott, és akkor így került át a Pomezsánszkihoz. Mondta Tamás, hogy nincs kedve. Hát lehet, hogy külsősként visszajárt a Lajos, szóval a Tamás valóban nem felejt. És ő szerkesztőjeként, ő volt műsorvezetőm, amikor én voltam a Telesport reggeli műsorjának szerkesztője, a Lajos volt műsorvezető. Tehát a 90-es években mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, és nagyon szerettük is egymást, megmondom őszintén. Igen, jó. 80 éves a Lajos egyébként. Hát 95-ben ment, ha jól emlékszem, nyugdíjba, mert akkor kezdett el nálam dolgozni 60 évesen. És... De 91-től 95-ig mi 4 évig együtt dolgoztunk. Úgyhogy, de még a gazdaság azt tett, Pomezsánszki. Nem tette őt meg, hogy ne kell elmenni a televízióból, hanem onnan megy nyugdíjba, Pomezsánszki gyíltak, azt hiszem valami gazdasági osztályt vezetett a Gyuri, de nem ez a lényeg az, hogy jó rendben van, hát külsős voltál, nem voltak az fizetések, jó, nem volt benne a munkakönyvben semmi, de... Fizetések voltak, megbízási díjak voltak, de külsősként dolgoztunk, tehát nem voltunk. Jó, hát nem voltatok munkaviszonyban, de hát így ez van. Gyakorlatilag nincs jelentősége, mert rendszerváltás után már... Ez a ragyogó kiegészítés volt nekünk az egyetem mellett, emlékszem, akkor egy ilyen anyag 1500 forint volt, a nagyobb a 2000, aztán 3000. Gyönyörű honoráriumok voltak, igen. Én is emlékszem, hogy én akkor már rég befejeztem az egyetemet, és... Kiváló, nem csak, hogy kiegészítés volt, hanem mazsolára is jutott, de most hagyjuk ezeket az időket. Most sem rosszak az ottani fizetések, úgy hallom a kollégáktól, úgyhogy akiket elbocsájtanak onnan, nem csak azért sírdagál, mert nem mehet a Kunigunda utcába, hanem azért nagyon szép számjegyű összegek kerülnek a bankszámlátra. Harmadikán, negyedikén, még egy kereskedelmi televízió nem tud annyit fizetni, bármennyire is nagy, meg kicsi, vagy közepes, vagy akármi, meg nem is akar. Jó, lépjünk ezen túl, és akkor miért nem lettél te főállásban sportriport? Nem is akartál, vagy? Volt egy hivatáson jog, és van is. Tehát én ezt nem fogom feladni, az ember nem azért. Tehát az első a jog? Mindig az első jog. Második a jog? Második a, mondjuk úgy, hogy a kommunikáció, vagy a televízió, és az a kettő nagyon szerencsésen egyesült az ügyészségen. Hiszen a joggal is tudtam, én mindig is ügyész voltam, tárgyaltam is, és Várj csak, akkor elvégezted az egyetemet, és akkor jelentkeztél az ügyészségre, és hogy lettél te szóvívő éveken keresztül? Nem, ugye? Először a bíróságon voltam 6 évig, és melyiken? A Pesti Központi Kerületi Bíróságon, igen, de hát a Fővárosi Bíróság, akkor még így hívták, most már törvényszék, ő volt a munkáltató, és... Te bíró akartál lenni? Igen. Nem mondod, ezt nem is tudtam. De. Bíró úr! 2001-ben kerültem át az ügyészségre, Varvasi András, a legfőbb ügyész akkori helyettese, aki évfolyamtársam volt, ő hívott, és hát Pólt Péter nekem a kedvenc találom volt, büntető személyállom vezetőn,
és hát vele dolgoztam nagyon hosszú időt. De miért adtad fel a bírói elképzelésedet? Álmokat? Hát ezt elmondom. Azért, mert volt egy, akkor egy bírói pályázat, és voltak bizonyos... De akkor fogalmazó lehettél, ugye? Titkár. Már titkár voltál. Sőt, a szabálysértés ügyeket önálló hatásköre intéztem. Ó, az igen. Először a magyar joggyakorlat történetében, hiszen az Európai Uniós csatlakozásunk feltétel volt a szabálysértés ügyek bírói felülvizsgálata. Uh-huh. Mert addig nem lehetett bíróságra menni a szabálysértés. Nem volt, hát nem volt ilyen bíróság. Első fok volt a rendőrség első emelete, másodfok a második. Másik emelet és viszontlátásra, igen. Viszontlátás, és hogyha ugyanaz lett az eredmény, mint az első foknál, igazán nem volt más jogorvoslat. Tehát ez egy nagyon szép időszak volt, 80-90% a közlekedési ügy volt. És innen jött a közlekedési... Igen, most azzal foglalkozol, de ez még majd erre rátérünk. Már akkor is azzal. Jó, mert most közlekedési jogász vagy, vagy ügyvéd, és éppen a adás előtt hívott az egyik ügyfeled, meg a másik, meg a harmadik, meg a negyedik, úgyhogy alig tudtuk elkezdeni a beszélgetést, de most már remélem, hogy elég későn ahhoz, hogy lenyugszanak az ügyvédek, bár a ügyfelek elnézés, az ügyvéd urat békén, hogy legalább egy 60, ennyi év után legalább egy órácskát hadd beszélgessünk már nyugodtan, úgyhogy bízunk benne, nem cserél meg a telefon, és akkor azonnal el kell rohanni valahová, mert éppen az egyik kedvenc ügyfeledet éppen lefilelt az egyik rendőr, mert nem volt nála műszaki adatlap. Na mindegy, hülyeskedek. Szóval, jó, tehát akkor a bírói álmunkat feladtad, és igen, akkor... Annyi volt csak, hogy ugye én jöttem volna a rangsorba. És megsértődtél. Nem sértődtem meg, csak jött egy olyan lehetőség az ügyészségtől, hogy a fővárosi főügyészségre szóvivőt kerestek, mert a legfőbb ügyészségnek akkor Horányi Miklós volt a szóvivője, és egy olyan lehetőségnek tartottam, amelyben mind a... Tehát szóvivőt kerestek? Igen. Aha. De úgy. És ezt nem lehetett akkor kihagyni. Akkor nem tudtuk, hogy ez egy személyes poszt. Tehát akkor még ne felejtsd el, hogy az ügyészség addig nem kommunikált. Egyáltalán. Persze, nem is lehetett. Nem is lehet. Törvényileg nem lehetett. Hát, az túlzás. De nem akarták. Holott, ha ügyvédnek nem tiltják meg, hogy beszéljen, hát akkor az ügyész miért ne beszéljen? És rájött az ügyészség, többek között. Ez is már rendszerváltás után történt, hát természetesen. Persze, 2001-ben vagyunk. Ez már 2001? Így van. És tehát addig nem is volt szóvívője? Nem. Illetve volt Györgyi Kálmánnál. Mert úgy emlékszem, hogy már volt. Sajtótitkárnak hívták, nem szóvívőnek. Uh-huh. Tehát bizonyos sajtó megkeresésekre írásban válaszol. De olyan, hogy képpel, hanggal megjelent volna, az a legfőbb ügyész személyesen Györgyi Kálmán volt. Tehát Györgyi Kálmán volt a legfőbb ügyészség arca, hogy így mondjam. Igen. Nem volt megjeleníthető szóvívő. És ezután jött Horányi Miklós, az első. Legfőbb ügyészségi szója után jöttem én, most pedig Fazekas Géza. Tehát így voltunk. Milyen volt ez az ügyészségi szóvívőség? Szóval neked elmondták, igen, erre akarok kijukadni, neked elmondta a főnököd, hogy na, ülj le Zolikám, és akkor, ha kérdeznek azok a csacska újságírók, akkor egy papírlapról felolvasod a spontán vállalat. Hogy működött nem ez a dolog? Nem papírlapról, de elmondtam. Notebookról. Na, és én rengeteget voltam Sódor Istvántól, az akkori fővárosi főügyésztől, és mind a két legfőbb ügyész helyettestől, és magától a legfőbb ügyésztől is. Utána Kovács Tamás lett a legfőbb ügyész, őt is szolgáltam, sőt volt egy átmeneti időszak, akkor Belovics Ervin volt a legfőbb ügyész jogait gyakorló legfőbb ügyész helyettes, a büntető helyettes. Én abban bízom, hogy a mai napig nagyszerű a kapcsolatunk, és rengeteget tanultam tőlük. Tehát például Belovics Ervinnel a mi beszélgetéseink, azokból én tanultam nagyon sokat. És ebben annyi érdekes ügy volt, amire van utólag vissza gondolok. Például, hogy a tűcsere programban résztvevő segítők, ugye a kábítószeres bűncselekményeknél, azok az akkori BTK szerint bűnsegédei voltak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknek. És le lehetett vezetni, sőt még az Alkotmánybíróság is levezette, hogy a tűcsere programban résztvevő segítők tulajdonképpen bűnsegédek. De hát mindenki érezte, hogy itt valami nem stimmel. Valahogy az igazságosság sérül, és ennek a megoldása, ennek a jogi megoldását a mai napig emlékszem, hogy mi volt. Na mi volt a jogi megoldása? Mert amúgy tényleg igazuk, hogy tényleg bűnsegédek, hát abszolút ezen nincs jó, vita. Jó, de bocsánat, egyszerű józan. A steriltű, és a ez nem bűnsegéd, ez társadalmi veszélyességben való tévedés volt, hiszen volt egy alsóbb szintű rendelet, amely rendelkezett a segítőkről. Uh-huh. Tehát csak az volt a probléma, hogy ez az alsóbb szintű rendelet, alacsonyabb szintű jogszabály, mint a BTK. Így van. És az Alkotmánybíróság hozott egy döntést,
amely nem erősítette a segítőknek a hogy úgy van, a büntetőjogi védelmét, vagy az, hogy ne lehessen őket felelősségre vonni. Most már ez a kérdés megoldódott, hiszen... Úgy oldódott meg. Úgy oldódott, hogy törvény van arról, hogy a segítők nem büntetőjogi. Egyébként voltak itt, akit felelősségre vontak a Tűcsere programban? Pontosan ezért nem, mert érezték azt, hogy ez igaz. Tehát sose vontak senkit. Vagy mondok egy másik esetet. A jogorvoslat a törvényesség érdekében nevű büntetőeljárásjogi intézmény, ami akkor csak a terhet javára lehetett benyújtani, és kizárólag lehet függvényt nyújtani. Egy televíziós műsorban egy lány elmondta azt, hogy 500 forintért, 1000 forintért kábítószer cigarettát, füves cigarettát adtak egymásnak, ami kábítószer kereskedelem, hiszen 500 forint. És azt hiszem, hogy kapott 2,5 év végrehajtatot. Ó, az igen. Börtönt. Igen. Az akkori legfővügyész Bolt Péter benyújtotta a jogorvoslatot törvényesség érdekében a lány javára. Tehát a törvényesség helyreállítása érdekében a lány javára. Az egy másik kérdés, hogy sajnos az akkori legfelsőbb bíróság ezt nem osztotta, de megint azt gondolom, hogy jó ügy érdekében volt. Tehát be is vonult a börtönbe ezek szerint, letöltötte a büntetést. Nem tudom, hogy minett vele, de valószínűleg be kellett, hogy mondjam. De mindent megpróbáltunk, hogy ez ne így legyen. Ha mai fejjel nézzük az akkori tettünket, mindenképpen igazolható. Ez mikor volt körülbelül? 2000-es évek közepén. Tehát nem is olyan régen. 2004 mondjuk. Nem is olyan régen. 2004 vagy 5, valahogy így mondanám. Jó van. Tehát akkor a bíró úrból úgy nézett, hogy ügyész úr lesz. Az is lehet, akkor... remélem, hogy az lettem. Én legfőbb ügyész voltam, úgyhogy... Jó, de hát igen. Tárgyaltál is, vagy persze, csak szóvívősködtél? Persze, rengeteg. Tehát nem csak szóvívősködtél? Nem, hát nagyon sokat tárgyaltam, persze. Sőt, hát a fővárosi főügyészségen kértem is, hogy tárgyaljak. Jó, és akkor milyen ügyeid voltak? Alapvetően közlekedési, mert a közlekedési csoportban voltam. És ezt te kérted, vagy ide osztottak hát be? Hát ugye, mivel hogy a szabálysértéseket intéztük a bíróságon, és annak a 90%-a közlekedési ügy volt, ezért úgymond adta magát. És az akkori főnökünk... Tehát profi voltál tulajdonképpen ebben. Mondjuk úgy, hogy volt gyakorlatom benne. De senkinek nem volt, hiszen a szabálysértési határozatok bírói felülvizsgálata nem létezett Magyarországon. Éppen ezért ott a bíróságon az akkori elnök helyettes azt mondta, hogy gyerekek, ti is vezettek autót, van jogosítványatok, ismeritek a kereszt, ismeritek meg a szabálysértési törvényt, minden pontját, és próbáljuk meg létrehozni egy igazságos ítélkezést. És azt hiszem, hogy megugrottuk ezt az akadályt, és utána következett az ügyészség, ahol közlekedési ügyeket tárgyaltunk. Itt mindenképp meg kell említenem Veres Julit személyét, akkor ő volt a mi főnökünk, és ott olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akikkel a mai napig az a szakmai kapcsolat megvan, mint a Somogyi Tamás, aki a császárőrd ügybe képviselte a vádat, de számtalan, hihetetlen érdekes közlekedési büntetőügyünk volt, amelyben én tárgyalóügyészként is részt vettem. Nagyon sok olyan bizonyítás volt, amit a nyomozás felügyelet során megkonzultálva, egyfajta csapatot alkotva, egy igazán szép időszak volt az életemben. Tudsz egy pár érdekes jogesetet mondani ebből a korszakodból? Igen. Beszélnél nélkül természetesen? Nem, én most ebből fogom valószínűleg a PhD-t írni, az okozatosság a közlekedési bűncselekményeknél. Volt az Andrássy úton. Egyébként pont az volt a bírónő, aki első fokon a császárőrdöt elítélte, egy év végrehajtandóra, Boros Judit, Csesztainé Boros Judit. És akkor tudtam meg, hogy mi az az okozatosság, és ezt talán elmondani. Figyelj, Zolikám, egy picikét, ha a császárőrdöt másodszor említettük. Én akkor kerültem oda. Ez azért volt érdekes. Egy picikét, hogy tudják a nézők, mert nagyon régi az ügy. Ki volt ő, és mi volt az a cselekményi tényállás. Rizsoké volt, ha jól emlékszem. Nem, ő énekes is volt. Énekelt. Voltak nagyon jó számai. Első fokon egy év végrehajtandót kapott, másodfokon ezt felemelték. De azt is mondjuk el, hogy mi volt a joghelyzet. Kalános közötti baleset gondatlanakozásán Pécsi. Ez a budai. Budán volt a Szilágyi Erzsébet fasor. És rendőr volt az elhunyt. Igen. És ezután lett bűncselekmény a bódult állapotban elkövetett vezetés, és nem mint hogyha ki lehetett volna mutatni azt, hogy császárőrd bódult lett volna, mert akkor nem 1-5 éves büntetési tétel keret lehetett volna a büntetésem, 2-8, ha... És te képviselted a vádat? Vagy nem, te képviselted. Nem, én akkor kerültem oda, amikor... Igen, és ki képviselte a vádat? Somogyi Tamás képviselte a vádat, és hát másodfokon végül is fölemelték a büntetés évszámát, de felfüggesztették a szabadságvesztést. De ezt nem ti javasoltátok, hanem a bíróság így döntött. Így van, 1 év 6 hónapra felemelték, de 3 évre felfüggesztették emlékeim szerint.
ott... No, a... akkor most már tudjuk, hogy ez a császár előtt, és igen. Akkor most jössz egy esetekben... Most ami érdekes talán itt még annyi, hogy ez az ítélet császár előtt karrierét teljesen megtörte. Hát azt tudjuk, mert... De hát igen, csak nem mindegy az, hogy a közvélemény akkor mit mond arról, hogy valaki megbűhődik, vagy nem bűhődik meg. Egy közismert embernél az, hogy a közvélemény mit mond a megbűhődésről, az ott jelentkezik, hogy például hány meghívása van. Vagy adott esetben, ha meghívnak valakit, azt hogy fogadja a közönség? Éppen ezért tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy őszinte kivonult a közéletből ezután. Mert a társadalom nehezen fogadta azt el, hogy nem végrehajtandó ez. A társadalom a mai napig a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségét az emberüléssel azonosítja. Nem az? Hát nem, hát persze nem. Hát a, jó, jogi értelemben persze. Hát az egyik ez egytől öt, a másik meg 15 éve. Jaj, vagy... ti jogászok mindig számokban gondolkodtok, de hát halál. Nem. Nekem, mint orvosnak, már elnézést, halál. Hát nagyon nem, és akkor még nem beszéltük a halált okozott testi sértésről. Jó, ne soroljuk fel a teljes BTK-t, igen. A háborús büntetekről még mindig nem beszéltünk, igen. A halálos közúti gondatlan okozások vétségénél még az esetőleges szándék sem terjed ki a halálra. Tehát nem akarja az életét kioltani. Ha ki akarja az életét oltani autóval, az egy autóval elkövetett emberölés. Most, hogy így egészen világos, persze. Nem késsel hajtotta mondjuk végre, hanem autóval. De hát ki az az őrült, aki autóval? Hát láttunk már filmeket, amikor... Hát filmekben igen, persze, amikor... Nagyon nehéz egyébként ezt megállapítani, mert sok esetben, amikor az autóval való emberölés felmerül, akkor a halált okozó közúti veszélyeztetést szokta a bíróság megállapítani. Igen, nagyon szakértői kérdés. Igen. Hát ez kardinális, nagyon fontos kérdés, és a büntetési tételben nem mindegy. Szóval hogy... ott kialakult egy olyan műhely, amire a mai napig szeretettel... Jogesetet mondtál, Andrássyti jogeset, és aztán visszakanyottam császár elődre, de most megértjük a császár elődöt, most jössz az Andrássy úttal. Egy idős bácsi megy az Andrássy úton, most hogy honnan, hova, azt nem tudom, de erre határozott emlékszem. Egy furgonok az ajtaját kicsapják. Aki ott megy, elrántja a kormányt, átmegy a szembejövő sávba és ütközik a bácsival. A bácsi meghal. De az orvos szakértői vélemény nem zárja ki, hogy egy természetes lefolyású infarktus következett be. Tehát, hogy nem a megijedéstől halt meg. Mert ugye nem, olyan fizikai sérülései nem volt, ami halálhoz vezetett volna. Tehát nem volt olyan szervi sérülés, ami világos. A tüdeje nem sérült, az nem, agya, koponyán, semmi. És az orvos szakértő vélemény nem zárta azt ki, hogy a kandalló mellett ülésbe következett volna az a halál. Mert ez egy szívhalál volt. Igen. Itt értettem meg igazán az okozatosságot ebből az ügyből. Uh-huh. Mi lett a vége ennek a... Elítélés lett, de, elítélés nem, lett? De nem a halálos közötti baleset gondolatról. Halálért nem felelt. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés volt, ezt most nagyon összefoglaltam nyilván, de számtalan, volt egy hajóskapitány, egy horvát hajóskapitány, aki ittasan, itt augusztusban a Dunán varázdálkodott, és hogyha nem este van, akkor valószínűleg tömegkatasztrófa történik, és elszabadult az uszály, és a Lánchíd lába állította meg. Ezt is én tárgyaltam, ezt az ügyet. Uh-huh. A vízi közlekedés veszélyeztetése volt a vád. És bírósági eljárásba csináltuk, egy gyorsított eljárásba. Uh-huh. És mi lett a vége ennek a... Felfüggesztettet kapott. Mennyi időt? Hát erre már nem emlékszem, de szerintem egy év, hat hónap körül. Uh-huh. És hát eltiltották nyilván itt a vezetéstől, de hát most ugye ez Magyarország területén van, tehát ezen a Duna szakaszon a magyar ő nem vezethet. Nem vezet. De azt, hogy a területén vagy. A Vaskapunál már... Eléggé megviselte őt ez az egész. Későn, a hidat későn hajtotta le, és az beakadt a hídba, uh-huh. valamelyik Dunai hídba. Innentől kezdve irányíthatatlaná vált az uszály, és gyakorlatilag a Dunán irányíthatatlan. De ez az ő felelőssége volt viszont. Hát hogyne. Uh-huh. Az, hogy későn hajtotta le ezt a hidat, és az beleütközött a híd alsó részében. Uh-huh. Tehát itt volt a büntethetőség megállítása. Igen, és hogy ha ez nappal van, és ott több hajó esetleg, több úszó jármű van a Dunán, akkor ez lehetett volna akár egy tömegkatasztrófa is. Abszolút. Zolika, most jutott eszembe a következő eset, aztán tavaly nyáron történt, biztos emlékszel az ügyre, aztán még nem is tárgyalják. De nekem nagyon érdekes jogeset, de lehet, mert tárgyaságban van, nem tudom. Emlékszel, kollégano itt a szomszédban, itt a Turaida Színház. És annak azt hiszem, hogy az öltözkedő nője ment haza. Emlékszel? Azt hiszem, Gödöllőre. Ez Zsófiának hívják, mi vagyunk a családjogi képviselők. Ne! Le.
kicsi a világ. Hát ugye Gödöllőn történt ez az eset, és előzetesen tartóztatásban van az eset. Igen. Na most tulajdonképpen azt akartam kérdezni nekem, mint laikusnak. Szóval ugye a lány szaladt a kocsi után, a saját kocsija után, mert beült ez a elkövető. De nem szaladt, csak megpróbálta megakadályozni, hogy elvigyék a kocsiját el. Igen. Na most az, hogy az árokba borult a kocsi, és pontosan ráesett a lányra. Na most van okozati összefüggés a elkövető magatartása, és a, tehát gyakorlatilag itt halált okozó... Nem. Itt emberölésbe megy az... Ez emberölés már? Emberölésbe megy. Tehát mégis véletlenül történt, nem? Mi ennek a jogi megítélése? A jogi megítélése pillanatnyilag emberölés. Ennél nem is tudok mást mondani, mert... Ez abszolút emberölés? Ez a mostani gyanúsítás szerint emberölés. Jöjjünk a sértetti képviselők, itt olyan körülmények vannak például, hogy mekkora volt a sebesség. Milyen sebességgel történt ez a haláleset. Ugyanis itt nem csak kívánni kell a halált, hanem hogyha valaki belenyugszik az esetőleges szándék, akkor is megállapítható az életleni cselekmény. Uh-huh. Tehát, ha a bíróság majd úgy mérlegeli, hogy belenyugodott a halálba, akkor ez egy emberölés. És olyan súlyos büntetéssel fog járni nyilvánvalóan. Hát az egész borzasztó. Tehát az, hogy egy 24 éves kis... Az abszolút, hát most épp ezért kérdeztem meg tőle. Meg kell mondjam, nagyon okos a kérdés. Tehát itt pontosan az okozati összefüggés lesz a kulcspont. Uh-huh. És nyilván itt arról van szó, hogy egy példás, kellően visszatartó büntetés, ha nem is orvos... Most az ügyész beszél belőle. Nem, itt a sértetti képviselő beszél belőlem, és egyébként a jogász beszél belőlem. Tehát azt, hogy egy 24 éves kislánynak ilyen értelmetlenül és feleslegesen kellett meghalnia, ez nem jogászként is azt, hogy vérlázító, az egy erős kifejezés, borzasztóan szomorú. Tehát itt a család, az a sok-sok könnyész, és van, amikor már nincs is könny, mert akkor a fájdalom. Család hogy viseli egyébként ezt az egészet? A Turaida Színház, Darvas Ilona. Ez az igazgatónő, igen. Mindent megtesz az egy, hogy amennyire lehet enyhítse ezt a fájdalmat, de nem lehet. Tehát a Zsófinak kim van a képe most is a színházban. Mint tag. Mint szerves része a színháznak, igen. És még valami. Ebből az ügyből, ha nem ilyen európai a család, és nem ennyire, hogy is mondjam, felvilágosult gondolkodású, ebből az ügyből gond nélkül lehetett volna egy olasztiszka 2. Hiszen ennek az ügynek lehettek volna olyan szálai, amelyek ezt az ügyet felkorbácsolják. Pedig ennek az ügynek nem ez a lényege. Mi a lényeg? Az, hogy a kislány sérelmére elkövettek egy bűncselekményt, ez egy súlyos bűncselekmény volt, és az elkövető megkapja a méltó büntetését. Pillanatnyilag ez a lényeg. Zsófit nem lehet visszahozni. Mikor fogják ezt tárgyalni várhatólag? Még nem zárták le a nyomozást, még nincs várható. Még tart a nyomozás? Szakértői vélemények. Uh-huh. Beszerzése zajlik, mint említettem, és hogy te is említetted, itt a szakértői véleményeken áll vagy bukik a kérdés, a minősítés kérdés. Mert a bűncselekmény ténye az... Az rendben van, csak a minősítés nem mindegy. Mármint a terhelt számára nem mindegy, hogy hát esetleg egy... Hát meg a sértettek számára. Hát jó, akkor se jön vissza, jó, de akkor se jön vissza a lány, szóval itt aztán teljesen mindegy, hogy most... tényleges letöltetni, hogy volt igazán kap, vagy csak 25 évet. Szóval itt maga a tényállás rendkívül szomorú. Tényleg is ilyet fogtulánban nincs, mert az csak minősített emberüléseknél lehet. Most egyébként nyereségvágyba elköltött emberülés a gyanúsítás tárgya, de ezt nagyjából a bírói gyakorlatot ismerve ebbe az ügybe, a tényleg is ilyet fogtulánban nyilvánvalóan nincs benne. De mennyi várható akkor büntetésként? Nem tudom. Tényleg nagyon sok minden. A törvénykönyv szerint. Nagyon sok mindentől függ. Hogyha marad ez a minősítés, akkor a legsúlyosabb is lehet, de hát ez az ig a tól. Ez a minősítéstől fog. Jó, hát mert a bíróság eldönti. Persze, abszolút, nem is akarom. Ne, dehogy is. Meg aztán, ha megüvegeznénk, akkor is hát kihallgatna ránk. Viszont egy nagyon friss ügyel kapcsolatban kérném ki a véleményedet, ugye csütörtökön volt a El Petrának, a operatőrnek büntető ügye.
Egyesek szerint túlenyhe büntetést kapott, mások szerint meg miért nem mentették fel. Neked, mint foltügyésznek, meg jelenleg ügyvédnek, mi a véleményed erről? Akkor én is röviden elmondanám, tehát mi volt a tényállás. Lehetett látni ugye a videó megosztó portálokon, ugye egy menekült, aki a gyerekével a karján... Tehát a Petra, foglaljuk össze, forgatott... Elbuktatta őket, és elesett az apa a gyerekével a kezében. Igen. A bíróság első fokon megállapította a garázdaságot, és 3 év próbára bocsátotta az első fokú ítélet szerint. Tehát ez most csütörtökön volt. Maratoni tárgyaláson Szegeden, igen. Kívülről látom, tehát nem ismerem az elkövetési körülményeket. Nyilván büntetés kiszabási szempont a vádlottnak az előélet, ami nyilván makulátlan, nyilván az, hogy... Persze, felhozták. A 3 év próbára bocsátás egy garázdaság tekintetében büntetlenül élhető emberrel szemben erre a cselekményre azon, hogy korrektnek mondható. Tehát én egyáltalán nem lepődtem meg. Ugye próbára bocsátást 1-3 évig bármilyen ki lehet szabni, ez azt jelenti, hogy nem felfüggesztett, azt jelenti, hogy a büntetés kiszabását próbaidőre elhalasztja. Ha ez eltelik eredményesen, akkor ez egy büntetőség megszüntető egyéb ok. Tehát ha 3 év alatt nem történik semmi, felelősségemmel nem vonhatják. Ha 3 év alatt nem történik semmi, de már egész olyan, pontosan nem követel bűncselekményt, hogy pontosítsunk, igen. Akkor nem, hogyha ha az alatt nem ítélik el semmiben. Világos. Igen, értem. Viszont ha elkövet, akkor megszüntetik a próbát, és ebben is kiszabják a büntetést, így már. Tehát halmazati büntetést fognak kiszabni. De hát én remélem, hogy erre nem kerül sor. Hát bízunk benne, és... Óriási érzelmeket kavart ez az ügy. Nemzetközi érzelmeket még nemzetközi hozzá. Nemzetközi érzelmeket is kavart. Na ez az a pont, amikor azt mondom, hogy a védő kollégám nem irigyeltem, hiszen ellenszélben kellett dolgoznia, mert gyakorlatilag mindenki látta a vád bizonyítékait, a védelem érveit azonban nem nagyon ismerhettük meg. Márpedig nyilvánvaló a védelemnek is voltak. Hát a védelemnek az volt az érve, hogy mármint a bíróságom, a rendőrségem mást vallott a Petra, hogy gyakorlatilag annyira megijedt az özönlő tömegtől, hogy szinte magát védte. Ezzel ez volt az ő védelmi láttam, taktikája. Igen, olvastam, bár hozzá kell tenni, ha nem vagyunk ott, és nem hallom, nem tudom, mit emeltek ki belőle, mi az, ami a védőbeszédben elhangzott. Én azt gondolom, hogy ez ítélet abból, amit én tudok, ez korrektnek mondható. Nem súlyos, nem szigorú, nem enyhe, korrekt. Garázdaságban, ha csak azt nézzük, hogy garázdaság egy büntetlen előéletűnél, próbára bocsátás az a szankció, amely jó, kellő visszatartani. Csak még lehet, hogy nem olvastad végig a híreket, és miután te ügyész is voltál, ami nagyon érdekes, hogy az ügyész 3 nap gondolkodást időt kért, tehát még majd valamikor, mikor telik a 3 nap, hétfő, azt hiszem, ugye csütörtökön volt a ítélethirdetés, péntek, szombat, vasárnap, azt hiszem vasárnap telik le a 3 nap, ugye? Tehát hétfőig kell beadni az ügyészségnek. Nem, itt a 3 nap az 3 nap, tehát itt nincs. Tehát vasárnap éjfélig tart ez a... Itt a 3 nap az 3 nap. Na de vasárnap hogy közül az ügyész? Hát, hogy... Sima, addig pénteken is be lehet ezt adni. Lehet aznap megkonzultálni a vezetővel, hogy elfogadhatóan tartják-e vagy sem. És a védelemek fele, vagy a védelem felmentését fellebezett. Ezt te úgy tartottad, ez... A védő teszi a kötelességét. A védencével kapcsolatban kötelessége is mindent megtenni. Sokáig, most képzeld azt el, hogy egy védő nem fellebbez. És a védence mondjuk tönkrement az élete. Akkor az a védő nem alkalmas a feladatára. Mondom úgy, hogy én sokáig voltam ügyész, és mondom ezt úgy, hogy a védő az egyedüli az eljárásban, aki a törvénynél fogva elfogult. Hiszen a védőnek elfogultnak kell lennie a védencében. Igen, az ügyész nem lehet elfogult, mert az ügyésznek a mentő körülményeket is fel kell hozni a terhelt javára. Igen, csak úgy tudom, hogy van egy olyan törvény, hogy amennyiben nincs belenyugvás egyik vagy másik fél részéről, akkor viszont lehet súlyosbítani is a elsőfokú ítéletet. Csak jól emlékszem. Terhére fellebezés, csak akkor. Ha az ügyész elfogadja ezt az ítéletet,
a három nap gondolkodás idő után, akkor ez az ítélet 3 év próbaidőnél sűrűsebb nem lehet. Tehát csak az ügyészségen múlik. Tehát a védő hiába fellebezett. A sűrűsítési tilalom az azt jelenti, hogy senkinek nem lehet súlyosabb a büntetése, akkor, ha a terhére nem jelentettek be fellebezést. Ha az ügyet fellebez, akkor lehet súlyosabb. Ha nem fellebez, akkor marad ez. Vagy Lános. Marad ez, vagy... Vagy nem marad, hát megfellebezte. Marad ez, vagy enyhébb. Vagy enyhébb. De maradhat is. Igen, ma persze, hát majd a bíróság eldönti. Igen. Igen. Tehát ha az ügyész belenyugodott, akkor rosszabb nem lehet. Így van. Csak jobb. Pontosan. Jó. Szóval ugyanolyan vagy jobb. Köszönöm szépen. Akkor most már ezzel is tisztában vagyunk. Hát bízunk benne, hogy a Petra belenyugszik ebbe az ítéletbe, és az életkörülményei visszakerülnek a kerékvágásba, mert én a Petrát ismerem. Itt is dolgozott, egy tehetséges, kiváló operatőr volt, és nagy kár lenne érte, hogy elkalódna, mert azt is mondta, hogy külföldön akar, Olaszországban akar élni. Hát valóban tized másodpercek voltak a döntésére, hogy azt hiszem, hogy a perbeszédben azt hiszem, vagy az ügyvédje mondta el, vagy ő mondta el a perbeszédében, és hát az ember tényleg tized másodpercek alatt nem lehet okos. Én szerintem ez egy végiggondolhatatlan magatartás lehetett. A hatását nyilván az ember nem tudja ilyenkor. Ugye a garázdaságnál az, hogy riadalmat kell. Tehát mi az, ami félelmet vagy riadalmat kell. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az, hogy ennek mi volt az utóélete. És attól, hogy az, hogy ettől a bíró függetleníteni tudta magát, ez a komoly objektív jogi teljesítmény. Hát nagyon kíváncsi leszek egyébként, hétfőn biztos benne lesz majd az interneten, hogy mi volt az ügyészség döntése. Szerinted bele fognak nyugodni ebbe? A 3 év próba egy büntetlen előéletűnél garázdaság esetén szerintem megfelelő visszatartó erejű intézkedés, mert nem büntetés. Nem tudom, megmondom, Szeged egy viszonylag szigorú. Igen, megye. Kemény város, igen, én már tárgyaltam ott. Szigorú megye, igen. Nem tudom borítékolni. Én talán azt lehetne kívánni, hogy mind a sértetti oldal... Mint a vád, mint a védelem, meg belenyugodjon. A kisfiú, ugye hallottunk híreket róla, hogy mi történt vele, hogy nyújtottak neki segítséget külföldön. Az édesapa talán nyilván sokat segített volna az, hogyha valahogy fölveszik a kapcsolat, és mondjuk ő megbocsájt. Ez egy fontos dolog lehetett volna. Tehát mint ügyvéd, ha nem akarok talácsokat adni. Hát most már túl vagyunk Biztos, hogy a kollega ezt megtette, vagy megpróbálta, mert ez ilyenkor. Tehát ha nem visszaüzen az apuka, hogy mert elég keményeket nyilatkozott utána, hanem azt mondja, hát nagy nemzetközi botrány volt. Átgondolva ezt az egészet, én elfogadom a bocsánatkérést, meg egy bocsánatkérő levéllel. Az egy nyomatékos enyhítő körülmény ilyenkor. Túl vagyunk rajta, megbocsátottunk. És ez egyébként minden vallásnak az alapköve. Igen, igen, igen. Hát a megbocsátás nélkül nincs is igazán vallás. Minden vallás megbocsájt. Így van. Na jó, hát reméljük, hogy mindenki belenyugszik ebbe a tényhelyzetbe. Mind a vádlotti, mind a sértetti oldal, mind maga a terhelt is. És tényleg a Petra csak a szakmának. Hát amit te mondtál most, az a személyi körülményekre vonatkozó védőbeszédnek is felfogható, hiszen te emberien nyilatkoztál róla. Hát a büntetés kiszabásán a bíróság például ilyeneket is értékel, hogy milyen volt az előélete. Uh-huh. Nem is úgy, hogy büntetlen, hanem hogy mennyire volt megbecsült tagja a társadalomnak, mennyire volt jó szakember. Kitűnő szakember a Petra. Én azt kívánom neki, hogy ne menjen az országból, ne menjen Oroszországba, ne bántsák őt. Szerintem megbánt az egészet. Igen, én ide hadd mondjak valamit. Azt szeretném az igazságszolgáltatásnak kívánni, nem csak ebben az ügyben, hogy ne a pálya széléről bekiabálók határozzák meg a büntetést. Mert akkor vége az igazságszolgáltatásnak. Uh-huh. Tehát, hogyha ha a felháborodás, vagy a közvélemény, vagy a tömeg ítélkezik, akkor ma Magyarországon visszaállítanák a nyilvános kivégzéseket. Elméletben? Persze, hogyha azt a kérdést teszik fel a közvélemény. Egy kis autódafét. Hogy amikor eltörölték a halálbüntetést 90-ben, 77% volt halálbüntetés párti a magyar lakosságnak. 77. Finon András Káinbélyek című könyvében még egy érdekesebb statisztika is volt a nyilvános kivégzésekről.
De amikor megkérdezték azt, hogy ő részt venne egy ilyenbe, hozna egy ilyen döntést, akkor teljesen más számok jöttek ki. Épp most játsszák a mozik Sopsi Sárpinak az új filmjét, nem tudom, látta, de a radgyilkosságról, amit végül is... A Martfűi dolog. Ismerem az ügyet, és én Hincs Györgynek, ha az igazság... Láttad a filmet egyébként? Én ezt nem. Ezt nagyon ajánlom, mert nagyon meg jó. Meg fogom nézni, már csak azért is, mert Magyarország talán egyik legjobb filmrendezőjét életem hát, éveiben volt módom ismerni Hincs Györgyöt. És Hincs György akkor még, ugye Verém is madár, a Németh László sorozat, az égető. Igen. 6-7 milliós nézettséggel mentek azok a filmek. Gyuri bácsi többször volt itt egyébként. Hát ő egy fantasztikus figura. Fantasztikus figura volt. Hát a Verém is madár, az a hát az Kazan László jelenete. Kabos László jelenete. A Kazan László jelenete, amikor azt mondja, hogy a striptease-nél a keletiek azok menjenek. Az Abodi Béla volt, de most ezen nem jutunk ki, ne arra, hogy én kérek elnézést, de nem ez a lényeg. Jó, nem ez a lényeg. Az Ikerpárról szólt, és mind a kettőt Kabos László alakította. Az egyik diszidált, a másik itthon maradt, és ennek a filmnek végül is az üzenete az volt, hogy az, aki diszidált, az nem, semmivel nem jobb minőségű ember, mint aki itt maradt. Ez volt az üzenete, de a lényeg az az, hogy Hincs Györgynek a Németh László sorozata szerintem korszakos jelentőségű sorozat volt. Hát az Iszony persze, és a többi. Az Égető Eszter. És a többi. Kár, hogy ő is korán elment, sajnos. Hincs készített először erről filmet. És az volt a címe, az igazságra esküdtél. Trokán Péter játszotta a főszerepet, és Blaskó Péter játszott. Tehát ez ugyanaz az eset. Nagyon fontos, mert ez Trokán Péter talán első filmje lehetett. Csodálkozom is egy picit, hogy a Martfűi film kapcsán ez így nem került szó, vagy erről már született, készült már egy film, és azt a filmet viszont láttam. Uh-huh. És ott a pozitív szereplő egy ügyész, aki még a mai napig is él, most láttam az RTL Klub egyik késő esti műsorában, nyilatkozott is. Uh-huh. Akkor egy fiatal ügyész volt, egyébként Rokán Péter alakítja a Hincs György filmjében ezt a fiatal ügyészt. Uh-huh. És Blaskó Péter alakítja az ártatlan elítélt főszereplő. Na tehát ugye onnan indultunk ki ugye a Martfűi című filmmel kapcsolatban, hogy mindenkinek ajánlok, amíg ugye már elég régóta vetítik, hogy nézzék meg, hogyha végrehajtották volna a halálosítéletet az ártatlanon, akkor végül is két ember lett volna halálos vége ennek a jogügynek, mert az első azt hiszem, hogy életfogytinglan kapott, pedig nem is ő követte el a gyilkosságot, a másikat meg nem tudom, x év múltán találták meg, és akkor azt mondom, hogy végül is hajtották. Igen, csak az halálos ítéletet. Ez az ügyész, aki él, és akinek mai napig úgy érzem, hogy kalapot lehet emelni, ez az igazságszolgáltatási rendszer akkor is kiszűrte ezt, és ez a pozitív. Tehát én olyan halálos ítéletről nem tudok Magyarországon, amely téves lett volna. És ez azért nagyon fontos. Mert a köztörvényes... De a tévedés benne van minden papírban. Ez a halálbüntetés elleni legfőbb érv, a tévedés lehetősége. Én sem vagyok halálbüntetés párti. Azt nem tudod orvosolni. Én az voltam. Igen? Igen. Illetve mert... nem párti. Pálinkás György, atyai tanítómesterem, a szerintem valaha volt legjobb magyar büntetőbíró, azt mondta, hogy én sem vagyok halálbüntetés párti. Hát ki az, aki halálbüntetés párti? Ő azt mondta, hogy ez egy szükséges, rossz a visszatartó erő érdekében. Ha megnézzük Breiviket, ha megnézzük a Szita Bence gyilkosságot, hány emberben felmerült? A Breiviknél most is látjuk, hogy mi történik, ugye? Igen. És ő azt mondta, ez olyan, mint a skorpió csípése. Lehet, hogy akkor ki kell vágni, és ez a vágás borzasztó fájdalmakkal jár, de a társadalmat meg kell védeni. De az kétségtelen tény, hogy azokat, amiket te mondtál, mindenképpen a halálbüntetés ellen szólnak, és az a legfontosabb érv a tévedés lehetősége. A tévedés lehetősége és annak a visszahozhatatlansága, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy ahogy belegondolok, és az ember így öregszik, vagy idősödik, azt kell, hogy mondjam, hogy kezdek volt ügyvéd, vagy jelenlegi ügyvéd barátaim véleménye felé elmozdulni, de tudod, erre az a legjobb válasz, hogy ez a kérdés nem lehet napirenden, és az Európai Unióban persze, hát jogilag... A vita akadémikus, de azért, amikor a vitatkozni lehet, igen. Ez a szegény kisfiú, ez a Szita Bence kisrác, aki ráadásul focista is volt. Ennek a kisrácnak úgy kellett meghalni, hogy élve eltemették. Vagy amikor a Breivik ártatlan emberek
tucatjait. Tehát ha te lettél volna a vádat képviselő ügyész, biztos, hogy halálbüntetés kész. Mindkét esetben. Létezik egy gyógyíthatatlan betegség? Ha igen, vagy létezik-e javíthatatlan ember? Ez a kérdés a válasz. Ha létezik, akkor a tényleges életfogytiglan a javíthatatlan ember esetén a halálbüntetés pártiak érvét erősíti. Magyarán, ha van javíthatatlan ember, és a vallás nyilván azt mondja, hogy nincs, de ha most itt a jogi szempontból nézzük, és elválasztjuk az államot és az egyházat, akkor komoly érvek szólnak a halálbüntetés mellett is, ami nincs napirenden, mert a törvényeink szerint kizárt. Az alkotmány, az alaptörvény szerint is kizárt, a római egyezmény szerint is kizárt, és gyakorlatilag az európai jogalkotásban nincs ilyen. Az egy másik kérdés, hogy időnként felmerül, hogy mit érdemel az a bűnös, aki. És ezeket a borzalmas tetteket, amiben Pálinkás György még, amikor volt halálbüntetési ítélkezett, akkor nem lehetett volna máshogy büntetése, mint halál. Többszörös, különös kéletlenséggel elkövetett, sok esetben több emberre elkövetett emberölésekről beszéljünk. Beszéljük most akkor egy kicsikét kellemesebb ügyekről. Nem, nagyon-nagyon elmentünk itt péntek este a szomorúságba, és én az én műsorom mindig vidáman szokott. Ja jó, bocsánat. Ne haragudj. Úgyhogy, jó, hát ha akarod, akkor reggel elvitatkozhatunk, de nincs is de inkább én arra vagyok kíváncsi, hogy ugye te az MLS-ben voltál elnökségi tag. Igen, és jogi igazgató és szóvivő is. Na, a foci miért nagy szerelem? Ezek valószínűleg, hogy nagy szerelem a foci is. Most közben nyomkodom a térdemet, mert meg kellett műteni most augusztus 9-ig. De nem tudtam, hogy miért. Apkarovics Géza műtött Székesfehérváron. Mi baja volt a térdemnek? A bal meniszkuszt kellett kivenni, mert leszakadt. Ez az én 30 éves foci pályafutásomnak a szomorú eredménye. Én kapus voltam, serdő és ifjúsági válogatott voltam. Védtem még a Fradival, és játszottam egy meccset Pintér Attilával, és úgyhogy én még nagyon fiatal voltam, ő is nagyon fiatal volt, de fölvittek az első csapathoz, és akkor őt van, aztán talán kiállítás, hogy valami miatt ő a második csapatban játszott. Hajdó Attilával nagyon sokat védtünk gyerekkoromban, fiatalkoromban, aki aztán később BL résztvevő volt, és olyan hiszem 10-szeres válogatott kapus, nagyon kiváló kapus volt. Én kapus voltam, tehát szerettem védeni, most pedig a barátaimmal inkább mezőn. Öreg fiúk. Na most az na, elnézést kérek. Az most a fő gondom, hogy játszhatok-e még. Na most, hogyha ez akkor is doktorom múlik, akkor biztos, hogy igen, mert ő fantasztikusan megcsinált ezt a műtétet, csak nagyon meg kell erősíteni a zombizmot, hogy a térdről lemenjen a terhelés. Na most ez egy ilyen kapusbetegség? Erre van egy elmélet, ez teljesen fárasztó, csak nagyon röviden. Akkor, amikor én még védtem, akkor meg lehetett fogni a hazadást. Magyarán ma már egy kapus, az, hogy a bal lába suta, megengedhetetlen. Tehát én a gyerekeimnek is azt mondom, hogy mind a két lábbal legalább el tudják lőni passzerűen a labdát. Én bal lábbal nem tudom átlőni a félpályáig a labdát. A mai napig nem tudom. Én a akkor se tudtad. Nem, de akkor megfoghattam a hazadást és kirúgtam kézből. És a balt gyakorlatilag csak támaszkodásra használtam. Aha, és megerőltetted a bal lábadat. Hát gyakorlatilag folyamatosan a bal lábam az támaszkodásra volt, és utána, amikor így telt múlt az idő, mivel a bal lábam suta volt, suta a mai napig is, hát egész közelről tudom csak berúgni bal lábbal a labdát, hogyha olyan helyzetbe kerülök, akkor már senki nincs ott. Tehát emiatt a bal lábam sokkal nagyobb volt a terhelés, és hát az mondta fel össze a szolgáltat a térdem, és ezt kellett megműteni. Hát reméljük, hogy jól sikerült a műtét. Hát nekem azon kívül, hogy mondjuk egy térműtét nem egy nagy élmény, de hát nem. Az, hogy akkor is doktort megismerhettem, aki úgy néz ki, mint Einstein egyébként, és szaktudásban is ebben a területen, ahol ő reggeltől estig műt. Tehát én ilyen embert még nem láttam, aki ennyire a hivatásának él. Aki összeszedi a stábot, hogy Kazinc Barcikán mehessen a műtét, mert ott van, mert azért egy ilyen műtét az egy olyan stábot igényel. Engem este 6 órakor műtöttek. Kazinc Barcikán? Nem, Székesfehérváron, de ő volt, hogy Kazinc Barcikára is ment műteni, mert ott tudta összerántani a stábot. Na. Mint egy forgatócsoportot, ahogy össze szoktuk rántani az embereket. És látod, ott is van operatőr, csak mennyire mást jel. Úgyhogy igen, de mennyire. Igen, szóval én az, hogy őt megismerhettem, az egy óriási élmény volt. Más szituációban jobban örültem volna neki, de én bízom benne, hogy még focizhatok, legalább a gyerekeimmel. Így legyen, és akkor térjünk le a mára, és a ügyész úrból hogy lett ügyvéd úr? Úgy lett ügyvéd úr, hogy 2014. április 1-je óta vagyok ügyvéd.
Amikor az MLS-ben 2013-ban borzasztóan nagy volt a feszültség, nem az MLS-en belül, a külső feszültség. Gyakorlatilag a másik világháborúért is a Magyar Labdarúgó Szövetség volt a hibás, mert nem jöttek az eredmények. És mivel nem jöttek az eredmények, ezért én gyakorlatilag azt a stresszt, amit nap mint nap el kellett viselni, szemben őszintén neked, hogy feladtam. De minden lelkemmel is, és minden segítséget igyekeztem megadni azért, hogy az a nagy-nagy munka, amit az MLS Csányi Sándor és Vági Márton vezetésével letett, magyarán a földmunka, vagy a beton föltörése, az egyszer csak beérjen. Most itt jött egy érdekes dolog, kijött egy eredmény. Ami egy nagyon-nagyon szép eredmény, hogy kijutottunk az EB-re 44 év után, de végre volt egy kézzelfogható eredmény, az EB-n a 16 közé jutottunk. Ez a siker legitimálta azokat a erőfeszítéseket, igen. Amely például azt jelenti, nem tudom, hogy te hogy vagy így a családdal, de hogy én nem tudok most olyan családot Magyarországon, aki közel és távolban ne legyen egy focista gyerek. És most már lányok is. Na ez az, amire azt mondom, hogy egy óriási eredmény. Tehát az, hogy a foci visszatért a magyar embereknek a háztartásába. Most teljesen mindegy, hogy, és ebben nem szeretnék politikát csinálni, de teljesen mindegy, hogy milyen érzelme az a család. Az a foci siker, az közös volt. És az, hogy a gyerek, fiú vagy lány, most már lányok is fociznak, meg háromszorozódott a lány labdarúgók száma, ez szerintem az igazi eredmény, az egyik igazi eredmény, meg az, hogy az MLS egy igazán profi szervezet. És én nagyon szerettem ott dolgozni, mint ahogy az ügyészségen is. De ezt nem azért mondom, hogy vissza, mert nekem már semmilyen érdekem, és mondhattam volna azt is, hogy hát borzasztó volt. Ez az én időszakomnak az egyik legjobb. A legjobb barátommal dolgozhattam együtt így egymás, és a szembe ültünk. Uh-huh. Szinte az élet minden kérdéséről ugyanaz a véleményünk. És ritka az ilyen ember, és így dolgoztunk együtt, aztán beült ide egy másik jó barátunk, és nekem ez életemnek nagyon kedvező és nagyon, nagyon szép időszaka volt, de akkor azt a nyomást nem lehetett elviselni. Olyan dolgok történtek, magyar-román zárt kapu, a futballhuligánizmus terjedése. Ha az MLS büntetett, akkor miért ennyire büntet? Ha nem büntetett, miért nem büntetett? Ha van rajta csapka, az a baj. Az a baj. Ha nincs rajta csapka, az a baj. Csányi Sándor pontosan elmondta a magyar Izrael meccs kapcsán, hogy ez a mi szégyenünk. Aki akarta, meghallotta. Aki nem akarta, nem hallotta meg. Ugyanakkor egy nagyon fontos jogi eredményt szeretnék elmondani. Ott mi kaptunk egy felfüggesztett kizárást. Ezt Lozánban mi megtámadtuk a sportdöntőbíróság előtt és törölték. Ez azért nagyon fontos, mert ha ezt a felfüggesztett kizárást nem törlik, akkor a világversenyeken való részvételünk, hát legalábbis igen, megnehezült volna. Igen. Visszatérve még a EB-re, a tavalyi foci EB-re. Persze, hát én csinálom, és nagyon szereti a focit, ez magától értetődő. De ami nagyon tetszett, hogy ezt az országot egybe kovácsolt, ez a gyönyörű eredmény. Mikor mennek is spontán az emberek az utcára őt? Hát én is kint voltam éjszaka körülöttem. Na, ugye? Hát a gyerek is vett mind a két oldalsó tükrére, piros-fehér zöld. Emlékszel kis zászlókat? Persze. És be voltak burkolva a kocsik piros-fehér zöld zászlókkal, szóval annyira emberi volt, és annyira lelket, szívet merengítő dolog, hogy ilyenre nem is emlékszem az elmúlt évtizedekben. Talán ilyen lehetett, amikor hazajött az aranycsapat, vagy még ilyen hát, sem, nem tudom. Akkor, nézd, akkor... 92-ben, talán 88-ban, már nem is tudom, hazajött az olimpiai csapat, és ott vártuk őket, akkor még Budapest sportcsarnoknak hívták, most már Papp László sportaréna. Hál' Istennek, mert Papp bácsi nagyon megérdemli. Igen. Nem kellően ápoljuk az ő emlékét, és ebben hát, is hibásnak érzem. Az ő emlékét sem ápoljuk kellően. Igen, de Papp László az Papp László. Na mindegy, nem akartam elkanyarodni. Tehát a Bill Shankly azt mondta, hogy a futball nem élet-halál kérdése, sokkal több annál. Na most itt is lehetett látni, hogy egy ilyen foci siker. Én nagyon, nagyon örültem, hogyha vízilabdások ismét aranyban szerepnek. Jó, hát az nem csak hiányzott. És Benedek Tibinek külön szurkolta. Én nem de sem. Ha megnyerik, akkor sem mennek ki a körútra az emberek spontán. Hát nem. Örömködni. Itt viszont így, hogy 16 közé jutott a magyar válogatott csoportgyőztesként, újra visszajött, és van még egy nagyon fontos dolog. Az egész EB alatt nem hallottam nagyképű pökhendi lekező nyilatkozatokat sem a szövetségi kapitánytól, sem a játékosoktól. És ez mindenképpen
az MNS-nek azt a kommunikációját dicséri, amivel mindig azt mondtuk, hogy merjünk szerények lenni. Mert én nem hallottam sem pökhendi, sem felhiázó nyilatkozatot. Ez ebből a szempontból is nagyon-nagyon rendben volt. Azt hiszem, hogy ezen az úton jó lenne tovább menni az ország, és mit kívánhatnék magunknak, hogy tényleg foci VB-t tudjunk rendezni az olimpia mellett. Én mind foci VB, mind olimpia párti vagyok, mármint az, hogy Magyarországon, Budapesten rendeződjön mind a kettő. Hát aztán reméljük, hogy erre tényleg... lesz esélyed, mert felemelték 48 csapatra a világban is segítségét. Hú, de jó lesz. Gianni Infantino az új elnök döntése alapján még nagyon-nagyon jó dolog, hiszen 209 tagországon a FIFA-nak, és a 209-ből 48, tehát az kicsit kevesebb, mint az egynegyede lehetőséget kap arra, hogy a VB megmérettessen. Ez azt jelenti, hogy még nem lehet ugyan tudni, hogy Európából hány csapat lesz, mert még nincs véglegesítve a lebonyítási rend, de egész biztos, hogy még mi megéljük azt, hogy a magyar válogatott világban is jól szerepel. És ott lehetünk majd a új Puskás Ferenc stadionban, a díjátadón, és örömkönnyekben úszva kiabálhatja majd az akkori sportkommentátor, hogy mi vagyunk a legjobbak és az elsők a foszi világbajnokságon. Hát erről régóta álmodozunk, lassan most már 61 éve, és reméljük egyszer az álom valóra válik. Szolikám, elszaladt a 60 perc, még nagyon szívesen beszélgetnék veled, meg az az igazság, hogy van egy régi szokásunk, hogy 5-6 évenként, ha összefutunk a Markó utcában, akkor állunk beszélgetni, de akkor csak 5 percre van időnk, mert egyikünk jobbra, a másikunk meg balra szalad, és én nagyon örülök, hogy sikerült végre egyeztetnünk. Igen, ez egy jó nagy akkori találkozás. Hát ez közel egy éves találkozás eredményeként, igen, végül is nagyon örülök, hogy le tudtunk ülni beszélgetni. Én is. És én azt kívánom, hogy mind az ügyvédi pályádon, mind pedig a sport pályádon, vagy nem is pályádon, inkább a sport, mert most már inkább hobbi, hogy sok jót és szépet kívánjak családodnak is, mert van 2 szép gyereked, és egy nagyon csinos feleséget, akit meg majd adát üdvözletemet, és jó kívánságaimat, mert őt is régóta ismerem, miután régen ismerjük egymást, és pláne így év elején, akkor hadd kívánjak így, aztán még aktuális, még így boldog új évet az egész Borbé családnak, és hát a másik kívánságom meg az legyen, hogy minél találkozunk megint így, és jól el tudjunk beszélgetni. Köszönöm szépen, öröm volt itt lenni. Én is köszönöm, hogy jöttél. Nézzük meg a figyelmet, viszontlátásra.